Az átvárárói szakadásról azért nem tudok személyesen érvényt mondani, mert apámtól hallottam, aki részt vett, és ott volt, amikor a gát elszakadt. Csak annyit, mint ahogy már elhangzott, hogy körülbelül 40-50 méter szélességben, hosszúságban tiszta sárvos már a költés, ami körülbelül 2 méterrel alacsonyabb volt, és jó 10 méterrel keskenyebb volt az alapja, mint a mostani, az átvágott teljesen és elkezdett csúszni, egy tömegben az a 40-50 méter csúszott, csúszott, végül lecsúszott az ásványi falu oldal pedig, amelyről nyomta a Duna vizet, és szinte megfordította az egészet, belezúdult ez a sár tömeg abba a vízrengetegbe, és szinte nem lehetett látni csak sár tömeget, és nekirontott az első házra, ami ott a közelében van a szakadás helyszínén fogják látni. És azt a házról romai döntött. Nehogy azt higgyék, hogy ez a ártömeg aztán nekizúdult szigetköznek és mint a Nagy Duna úgy folyt lesz. Ez a Nagy Duna, ez az áttört víztömeg, ez megkereste régi vízjárásokat, szigetközre jellendő ősi vízjárásokat, és abban emelkedett, és például a kisbodati szakítás Darbon felé elkanyarodott, neki ment Hédervárnak az ügyet, Lipóti utca hasonlókat összeböntötte, és úgy kanyarította meg Ásvárárót, úgy alakult arra, hogy kezdett emelkedni, és a száraz tisztások meg megmaradtak. Az elmenekült falu népe otthagyott állatokat, ezekkel a tisztásokon, dombokon találhatóak voltak. Ásvárárón megemlékezést tartottunk, mégpedig az 1954. júliusában lejátszódó árvízi katasztrófáról. Szigetköz életébe rendkívüli fontosságú volt ez az 54-es nagy víz, amikor 4 helyen is elszakadt a gát. Július 15-én Ásvárárónál és Kisbodaknál, az én szülőfalumnál, majd másnap hajnalba Dunakirikénél. Ennek következtében hatalmas mennyiségű víz folyt ki a mentett oldalra, és végig áramlott a beltreteken egészen Réfaluig. Végül július 20-ára sajnos Réfalu is víz alá került, és ott 2-4 méter mélységű víz hömpölgött a mai utcákon. Ez sok tanúsággal jár. Azóta számtalan árvízvédelmi fejlesztés történt, de ha a trendeket vizsgáljuk, akkor meg kell állapítani, továbbra is vannak teendőink. Tehát nem elégedhetünk meg azzal, hogy eddig építettünk erősített töltéseket, mert sajnos a tapasztalataink az, hogy az árvízi kockázatok továbbra is megvannak, és nőnek az árvízszintek szigetközben. Gondoljuk bele az öreg Duna medrébe, amiben alacsony a szint, víz, de benövi az erdő, a bozót. Ez nem jó, ott a víznek kellene folyni. És hogyha jön az árvíz, akkor az lassan tud lefolyni. De ugyanilyen a hullámtér is. 50-es években, amikor én kisgyerek voltam, akkor még művelték a szigetközi hullámtér jelentős részét. Ma már nagyon értékes, szép, de árvízvédelmi szempontból veszélyes jelenségek vannak. Olyan ős sűrűség, amelyen lassan tud levonulni a víz. Ezt is javítani kell. Helyenként árvízvezető sávokat kell készíteni. Azért kell emlékezni erre, az 54-re, mert egy példa arra, hogyha elhanyagoljuk az árvízvédelmi kérdéseket, akkor újabb katasztrófák lehetnek. Gételjék el, hogy a Ásvárárói Kálvária építményétől körülbelül Győr felé olyan 200 méterre emelkedik, ott volt az árvíz, a vízgívó, ott motorcsórakba szálltam, mert az áruk már tele volt vízzel, és szép lassú tempóba jöttem be Ásvárra. A Kálvária már majdnem félig, az a víz alatt volt, nagyon szép lassan jöttem be, néma csend, némítően néma csend, úszott az Ásvár mélyen fekvő terület. A házak ablakai éppen, hogy csak kilátszottak már, a savanyító üzemnek az ablakai körülbelül félig volt a víz, ma is áll az épület, és a néma csendben úgy jobbról is balról is a múrházak, a nyerstéglaházak, vagy a tömétét, vagy tömét faluházak romlottak össze,
éppen jobb kéz felől az első ház rálóba mellettem ment tönkre. Borzasztó élmény.